A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 28-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban irodalmi estekkel, koncerttel és kézműves kiállítás beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Sorsok és fonalak címmel rendeztek kiállítást a Szent István Művelődési Házban. A tárlattal az elmúlt évben elhunyt Hollósi Istvánra, a Seregélyesi Tájház megálmodójára emlékeztek. Sorsok és fonalak címmel a Fehérvári Kézművesek Egyesülete méltó módon emlékkiállítással tisztelgett az elmúlt esztendőben elhunyt Hollósi István, a Seregélyesi Tájház létrehozója és gondozója előtt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Hollósi István 2022-ben bekövetkezett haláláig számtalan alkalommal tartott foglalkozásokat a Seregélyesi Tájházban. Népviselet gyűjteménye több mint 1000 darabból áll, köztük számos különleges viselettel. Mi 2021-ben döntöttünk úgy a egyesületünk szövős tagjaival, hogy szeretnénk ezt a Seregélyesi Tájház szőttes anyagát feldolgozni. És mi elmentünk a tájházba, Pista bácsi engedélyével, az ő segítségével. Sikerült ezeket a szőtteseket lefotóznunk, mindent leírni róla, és tulajdonképpen leltárba vettük. Több mint 170 szőttest leltároztunk így fel. Ennek most egy töredéke látható itt a kiállításon, a többit pedig egy kis kiadványba meg lehet nézni majd. Mi a különlegessége ezeknek a szőtteseknek? Hiszen látjuk, hogy mind más. Igen, mindegyik tájegységnek megvan a maga motívum kincse. Mi azt látjuk, hogy ugye közel van Sárköz. Tehát ha a Sárközből jött a takács, csak óhatatlanul hozta magával a mintakincsét. Hogyha a lányok férhez mentek, elkerültek a faluból, férfiak megnősültek, elkerültek, vagy a településre máshonnan jött, más vidékről a párjuk, akkor azok szintén hozták magukkal ezeket a családi motívumokat, és ezek megjelennek a textilekben. Tehát látjuk, hogy melyik hasonlít a sárközi motívumra, melyik az, amelyiket máshol nem láttunk, csak seregélyesen. Aztán vannak a csíkos, csíkritmusok, amikkel pedig az ország minden részén találkozhatunk. Tehát mi megpróbáltuk ezeket így csoportosítani. A gyűjtő seregélyes és a megye kézműves népművészeti életének kiemelkedő alakja volt. A Fejér megyei Népművészeti Egyesület tagja, hímző, szövő, csipkeverő szakember 1995 óta vezette a Seregélyesi Tájházat. Az általa összegyűjtött és az utókor számára megőrzött tárgyakat most kiállítás formájában tették elérhetővé a közönség számára is. Pista bácsinak rengeteg mindent köszönhet Seregélyes, szűkebb és tágabb közössége. Egyrészt köszönhetjük a hímző szakkört, ahol összefogta 78 volt a falu asszonyait, lányait, és részben tanította, oktatta a hímzést, szövést, csipkeverést, részben akik ezt már tudták, ők ott egyre magasabb szinten művelték. Neki köszönhetjük a tájházat is, hiszen ő célja volt az, hogy az összegyűjtött tárgyakat, eszközöket, anyagokat, ruhákat valahol elhelyezze. Tehát gyakorlatilag Seregélyes egy olyan épületet és egy olyan gyűjteményt köszönhet neki, amely azt hiszem, hogy párját ritkítja. Hogyan lehet ezt megőrizni hitelesen, ugyanúgy, hogy ez a 21. században is ne csak látvány legyen, hanem tovább vihető? Egy statikus kiállítás, egy statikus tárlat önmagában érték, de akkor ér jóval többet, hogyha ezt a tárlatot, ezt a kiállítást, ezt a teret használják a falubeliek, méghozzá egyre jobban, egyre gyakrabban. A használatban már iskoláskorban, óvodáskorban megpróbáljuk bevezetni a gyerekeket, hiszen Pista bácsinak rengeteg kapcsolata volt a helyi óvodával, a helyi iskolával. Nagyon sok foglalkozást tartottunk ott. Nem csak mi, hanem az erdélyi iskolába érkező diákok is, csoportok is rendszeresen keresték fel Pista bácsit, rendszeresen keresték fel a tájházat. Tovább lépésre is vannak tervek, elképzelések.
úgy néz ki, hogy megnyílik előttünk egy kultúrpajta építésének a lehetősége. Itt ültettük el Petőfi körtefáját elmúlt év nyarán, melyet Szarvas József színművész úr hozott el hozzánk, és remélhetőleg idén már neki tudunk látni a kultúrpajta építésének települési összefogással. Horváth Sándor a település polgármestere számára is fontos, hogy a népi kultúra és a népművészet fontos tárgyait, eszközeit, viseleteit hagyta rájuk örökül Hollos István, és ígérete szerint ezt nem csak megőrzik, de tovább viszik a jövőben is. Pista bácsi valóban a településünk értékeit, hagyományait összegyűjtötte elsősorban saját családjától és a barátoktól, ismerősöktől. Annak idején az elődeim igen jó döntést hoztak, amikor a tájházat létrehozták, és Pista bácsi lett a tájház vezetője, aki nagy szeretettel, nagy szaktudással valóban azért dolgozott, hogy ezeket a hagyományos értékeket a falunak, illetve a jövő nemzedéknek megőrizze. Ahogyan tovább mindig fontos, én azt gondolom. Miként sikerül ezt továbbfejleszteni, hiszen nyilván erre megvannak a terveik. Szeretnénk nem csak megőrizni, hanem fejleszteni ezt a gyűjteményt, egy pajta színházzal kiegészítve minél több látogatót oda vonzani, hogy ezt a tudást, ezt az értéket meg tudjuk őrizni, tovább tudjuk adni. A kiállítás a Szent István Művelődési Ház galériájában tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében. Átvilágítás címmel rendeztek irodalmi estet a Szent István Művelődési Házban. A Jókai Anna élete prózában és versben című műsort Juhász Rózsa előadásában tekintette meg a közönség. Gyógyszer, az öntisztítás kényszere, a kimondás ingere, a felelősség tudata, mindezeknek engedelmeskedni. Jókai Anna a magyar irodalom, a spirituális realizmus nagyasszonya az elmúlt év novemberében lett volna 90 éves. A Szent István Művelődési Házban ráemlékezve országjáró körútján, Juhász Rózsa szerkesztésében és előadásában az író azonos című önéletírása az átvilágítás felidézésével emlékezett, mint egy összegzésként közvetítve Jókai Anna emberi, írói életútját. Az ember, most persze saját magamból indulok ki, ha művészpályát választ, akkor nagyon fontos útmutatást adott az Anna, kapaszkodót, hogy mi a dolgunk. Ahogyan ő rájött arra sok ima és könyörgés után, hogy tulajdonképpen, vagy ráébredt arra, hogy tulajdonképpen neki mi is a dolga ezen a világon, és hogy a tehetség mire való a közvetítésre, hogy lehozni azt, amit megtapasztal saját maga, emberi nyelvre fordítva lehozni a világra, úgy, hogy közben ne pusztuljon bele, ezt írja, ezt mondja, és Vörös Sándorra hivatkozik, aki azt mondja, hogy alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra, ezen a létrán kapaszkodom én is, és viszem magammal azokat, akik szeretnének követni. Ez egy nagyon fontos kapaszkodó nekem is, és útmutatás. A pásztor szeme is révedező, a messzeségbe téved. Egyedül Mária állja ennek a fénynek az erejét szemtől szembe. Az előadásban, amelyet filmbejátszás és zene is kísért, Juhász Rózsa megidézte Jókai Anna legfontosabb élethelyzeteit, filozófiai gondolatait, megerősítve az istenhitből fakadó, megkérdőjelezhetetlen küldetés tudatának bizonyságait. Nyilván, amikor egy ilyen előadás elindul, akkor még nekem is nagyon sok minden kicsit homályos, kicsit bizonytalan, és ahogy eddig 5 előadást játszottunk, és ahogy megyünk előre az előadásban, úgy válik egyre világosabbá és érthetőbbé, és érzem a közönségen is ezt, hogy most már nagyon tudják, hogy miről beszélek. És én is, és ez a legfontosabb. Ha én tudom, akkor én azt át tudom adni. Úgy érzem. A visszatekintésben kiemelten hangzott el az író életigenlése, pozitív kisugárzása, amely sokaknak adhatott erőt a nehéz mindennapokhoz, ahogy az egész munkásságát átítató bizonyság, ahogy ő fogalmazott, itt élünk ezen a világon, ezért ide kell behoznunk az égi minőséget, ami Juhász Rózsát is motiválta a műsor szerkesztésekor. Néha nagyon elkeseredik az ember. Sajnos az én
szakmám is egy nagyon-nagyon nehéz pálya. Sokkal több értéket kellene közvetíteni, én azt gondolom. Sokkal több szívhez szóló dolgot kellene közvetíteni. Én úgy gondolom, hogy a színészet az léleknyitogató kellene, hogy legyen. És én úgy látom, hogy egy picit elment valamiféle furcsa önmutogatásba ez a történet, és az nem jó. Nem magunkat kell mutogatni, hanem közvetíteni kell, ahogy Anna is írta. Az előadás hűen adta vissza Jókai Anna egy fontos gondolatát. A multikulturális gondolatok nem azt jelentik, hogy mindenki össze-vissza beszélhet, hanem hogy a sok anyagban találkozhat a világ bölcsessége. Folytatódott az aranyatérő beszélgetések programsorozat az Aranybulla könyvtárban. Az esten Bokros Judit vendége Bakonyi István irodalomtörténész és felesége Tóth Ilona voltak. Folytatódott az Aranybulla könyvtár aranyatérő beszélgetések kulturális beszélgetés sorozata. A rendhagyó találkozón Bokros Judit a kiváló újságíró házigazda vendégeként egy ismert és sokak által elismert és kedvelt székesfehérvári házaspár, Bakonyi István és Tóth Ilona avatta be az érdeklődőket mindennapjaikba és ünnepeikbe. Igazából a párokon volt a hangsúly, hogy 2023-ban az aranyatérő beszélgetések folytatásaként, ez a második év, itt az Aranybulla könyvtárban, párokat hívjunk meg, vagy párokat is. És akkor az első ilyen pár Bakonyi István, irodalomtörténész és a felesége Tóth Ilona, és utána is lesz még szintén házaspár, terveink szerint, de lesz például testvérpáros is. Hát, hogy kik azok egyelőre maradjanak titok, hogy egyelőre maradjon titok, de hát idővel ki fog derülni. De fogunk hívni egyedül is vendégeket a város kulturális életében szereplők közül, ahogy eddig is. Tóth Ilona Bakonyi István lelkének jobbik feleként felidézte megismerkedésük pillanatait és az eltelt 15 év meg annyi emlékezetes történését. Az egészségügyi dolgozóként is felelősség teljes hivatásában is a teljességre törekvő Ilona az egyensúly megteremtésében látja boldogságuk titkát. Nagyon meglepett, és gondolkodtam is rajta, de végül is nagyon örültem neki. Van egy gondolatom, amit szeretnék most megosztani. Egy évvégi együtt létem voltunk egy nagy társaság, egy hosszú asztalnál, és ment körbe a szó, hogy ki mit végzett abban az évben, milyen feladata volt. És amikor hozzám ért a szó, akkor én azt mondtam, hogy nekem elég nagy feladatom van a Bakonyi István feleségének lenni. És ezzel egy nagy derültséget keltettem, mert aki az Istvánt ismeri, tudja, hogy miről beszélek. Tehát vele rendkívül érdekes az élet, mindenféle van benne. Ugye nagyon sok mozgalmas esemény, jövünk, megyünk, amennyire tudom, támogatom ebbe természetesen, amellett, hogy végzem a saját hivatásomat is. Bakonyi István élete, mint kiderült a diskurzusban, egyként hordozza az irodalomtörténész tartalmas alkotói létét, az irodalmi társaság vezetésének kiemelt pillanatait, a mindennapokban pedig a felelősséggel élő társ érzékenységét egyaránt. 15 éve készülünk erre a beszélgetésre, mondhatnám. Na, ezt nem egészen komolyan mondom, de hát az volt a tartalmi kapcsolatunk. És azt érzem, hogy minden ilyen kapcsolatban elég fontos, hogy nagyjából hasonlóképpen lássák a férj és a feleség a világot, és ez nálunk azt hiszem, hogy megvan érdeklődésük körünk. Annak ellenére, hogy különböző hivatásokat gyakorlunk, annak ellenére nagyon sok az érintkezési pont. Mit is mondhatnék még? Hát azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen az, hogy én vagyok inkább a középpontban, ez nem jelent semmit olyan szempontból, hogy mindenkinek, akinek fontos a hivatása, az igyekszik abban a hivatásban jól cselekedni, jól dolgozni, és Ili is, én azt hiszem, hogy az egészségügyben mindig is megtette a magáét, és számára ez egy rendkívül fontos, ha úgy teszik, küldetés volt.
A mértéktartó és mégis izgalmas és tartalmas diskurzusban közelebb kerülhettünk a házaspárikon életéhez, a zsúfolásig megtelt könyvtár vendégei pedig megismerhettek két csupa nagybetűs embert, akiknek története bizonyosan megerősíti hitüket a szeretet mindenek felettiségében. Dalok szerelemről, mulatságról, az életről címmel adott koncertet az Alba Régia vegyeskar és vendégszólistái, a közönség a szimfonikus zenekar hangverseny termében élvezhette a Farsangváró egyveleget. Dalok szerelemről, mulatságról, az életről, ezzel a címmel invitálta a Könnyed Dallamok és az Opera barátait hagyományos farsangi koncertjére az Alba Régia vegyeskar, az Alba Régia szimfonikus zenekar székházába. Az estenk Neyfel Imre karnagy vezényletével, Vasvári Tamás zongora művész közreműködésével Bárdos, Rossini, Erkel és Haydn művei is felcsendültek. Igyekeztünk mindenféle műfajból és országból és zeneszerzőtől válogatni egy olyan műsort, amely a farsangnak a pezsgését, a táncos jókedvét, a butáskodásokat, az állarcos, a maskarás dolgokat, akár állatok bevonásával, olyan darabokat, olyan kórusműveket énekelünk, és szólistáink is ilyesmikkel készültek, amelyek a farsangnak ezt a táncos jókedvét adják vissza. Az nagyon jó, hogy ismét otthonra találtatok, ha legalábbis erre a koncertre. Hogyan lehet erre készülni, hiszen azért látjuk, hogy meglehetősen nehéz a helyzet. Hát itt helyet kaptunk, és ezt nagy köszönettel tartozunk a zenekarnak, hogy itt próbálhatunk ebben a székházban, és egyben a nagy teremben ezt a hangversenyt ma megrendezhettük. Ez a segítség, ez most mindent megért, mert egyébként nem tudnánk hol működni, nem tudnánk hol felkészülni a hangversenyeinkre, amelyekből még számos várható a közeljövőben is. Bekukkantottam a koncert előtt, én azt látom, hogy a zenekar, illetve a csapat tagjai nagyon várják már, és azért jókedvű. Hogy készültetek? Jókedvűen próbáltunk készülni, és hát a művek is olyanok, amelyeket jókedvvel lehet énekelni, hiszen sok tréfás, sok vidám mű van, táncos akár mondom az állarcot és a bolondozást is megkockáztató, illetve előrántó művek, amelyek mindenféleképpen mosolyra csábítanak, nem csak minket, hanem a nézőket is. Köszönöm szépen, szép estét! Szemében ord mosolyt, mis átkozott könnyűt, s míg a szívedben fájat volt, ez Az est vendégeként fellépett Forgács Péter énekművész is, aki többek között napköszöntő bordallal is elvarázsolta a Farsangváró közönséget. Kodály dallal készültem, a stílszerűen a Farsang búcsúszavai című dalt fogom elénekelni a Megkésett melódiák dalciklusból, valamint egyik kedves szerepem, ha mondhatom így, a Ránki György Pomádé király új ruhája című darabjából a királynak a nagy áriája fog fölcsendülni, valamint kedves kolléganőmmel, akivel a Baranyai Anettel, akitől a meghívást kaptam erre a rendezvényre, Donizetti Don Pasquale című operájából fogjuk Pasquale és Norina duettjét elénekelni. Nagy sikert aratott Baranyai Anett is, akinek előadásában Bizet örökbecsű operája, Carmen egyik legnépszerűbb dala, Habanera hangzott el a kiváló szoprán közreműködésével. Hallhatnak ma este tőlem egy kacagó áriát, a denevérből, Strauss denevéréből.
A kórussal fogok énekelni egy-egy szólót, a Carmen habaneráját, illetve egy spanyol dalt, a Bolera Sevillanast, és Forgács Péter operaházi kollégámmal pedig egy duettet fogunk énekelni, Donizetti Don Pasquale című operájából. Minden évszak más, de mennyire különleges a farsang időszaka egy énekes számára? Az az igazság, hogy ilyenkor örülünk, hiszen ugye mi is mehetünk bálokra, beöltözhetünk, illetve felléphetünk különböző helyeken, és szórakoztathatjuk a nagy érdeműt. Az Albarége Vegyeskar ismét bizonyította, hogy a fehérvári kórus muzsika jó kezekben van, hiszen Kneifel Imre és csapata olyan estével ajándékozta meg a kórus muzsika kedvelőit, amely tartalmas játékosságával illeszkedett a farsangváró hangulatba. Íróasztal címmel indított programsorozatot a Vörös Marti Társaság. Az első találkozón P. Maklári Éva vendége, Ferenci Noémi és Zilahiel Ágnes voltak. Új irodalmi portrébeszélgetés sorozattal mutatkozott be új évadában a Vörös Marti Társaság. A Kossuth utcában a megújult Vörös Marti teremben a társaság irodalmi alelnöke P. Maklári Éva moderálásával az Íróasztal című első beszélgetés vendégei, Zilahi Ágnes pedagógus író és Ferenci Noémi a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, a Fejér Holló Diák Színpad rendezője volt, aki nem mellesleg a közelmúltban debütált verseivel. A Vörös Marti Társaságnak volt ez az ötlete, és az Íróasztal címet kapta ez a sorozat. Most azért íróasztal, mert itt írók ülnek majd, akik beszélgetnek. Beszélgetnünk irodalomról, költészetről, kultúráról, a kultúrai mai helyzetéről, a változásokról, mindazt, amit fontosnak érzünk, és amire nagyon nagy szükség van. A mai vendégünk valóban két hölgy lesz, Zilahi Ágnes és Ferenci Noémi. Mindkettőjükben közös a tanári háttér. Az, hogy írnak, azon kívül van kedvenc időtöltésük, plusz foglalkozásuk. Ágnes interaktív foglalkozásokat vezet kisgyerekeknek, szinte óvodásoknak. Ugye Ferenci Noémi pedig, aki a Ciszterci Szent István gimnáziumnak a tanára, nagyszerű módon műveli a színpadi produkcióknak a létrehozását, és nagyon jó eredményt ért el a tanulókkal. Tehát mindenről szeretnénk beszélni, és mindarról, hogy miért van nagyon nagy szükség arra, hogy fontosnak lássa mindenki az irodalmat és a kultúrát. Zilahi Ágnes, akit pedagógusként ismerhettünk meg, majd különleges köteteivel lopta be magát az irodalombarátok szívébe, nem tett le arról, hogy visszahozza a 21. század gyermekeinek szívébe az olvasás gyönyörűségét, ezért új könyvével is ez a szándéka, interaktív foglalkozások keretében népszerűsíti a könyvek szeretetét. Jó lenne, hogyha a hallgatósághoz eljutna azok az üzenetek, amit mi itt szeretnénk közvetíteni. Én elsősorban a mesekönyvről szeretnék, a legújabb könyvemről beszélni, hogy milyen szándékkal írtam azt, hogy a sok tütyű-mütyű mellett, és az e-könyvet nem válthatja ki a könyv, maga a könyv, mert a könyveknek megvan a maguk aurája, és a mesekönyveknek is. Tehát a gyerekeknek a képzelővilágát, gondolatvilágát, az nagyon nagy mértékben fejleszti. És nagyon fontos az, hogy az anyukák szánjanak időt, vagy a szülők szánjanak arra időt, hogy a gyerekkel foglalkoznak, és mesélnek nekik. A mesevilág az valami nagyon csodálatos dolog, és legyen kedvük lapozgatni a könyveket. És akik már nagyobbak, természetesen az, hogy olvassák is szívesen. Fogalmazhatunk úgy, hogy egyébként ez a hitvallás vonatkozik a pedagógus, illetve az írói pályad összekapcsolására? Igen, természetesen. Én most az új mesekönyvemmel kapcsolatosan interaktív foglalkozást szervezek. Járok iskolákba, illetőleg könyvtárakba. Most szombaton is meghívást kaptam Nádas Ladányi könyvtárba, és ez nagyon fontos, hogy a gyerekek részeseivé váljanak. Sokkal jobban befogadják így a meséket, hogy közvetlen résztvevőivé válnak
a mese bonyodalmainak az alakulásában. Ezzel az akcióval, illetve ezzel a programmal tulajdonképpen a szülőket is megszólítod. Igen, szeretném a szülőket is megszólítani, pontosan ezért, hogy olvassanak a gyerekeiknek. Ez nagyon lényeges a mai világban. Nem szabad annak felülni, hogy nem lesznek kiadók, nem lesznek könyvek. Nem tudom elképzelni azt, hogy idáig fajuljon a világ. Ebben a nehéz helyzetben. Tudom, hogy most nagyon nehéz helyzetben van mindenki, a kiadók is, az írók is, de nem szabad feladnunk. Nem szabad feladnunk. Ferenczi Noémi nagyívű hitvallása a pedagógusi munkában és a színpadi rendezéseiben is a minőség. Nincs ez másként költészetében sem. A maga varázslatos, mélységesen emberi stílusában mindenfajta mesterkért okfejtés helyett tisztán és világosan fogalmazza és valósítja meg törekvéseit a jóra és az igazra. Nem csinálok mindent maximálisan, be kell látnom, de mindent hatalmas lelkesedéssel is. És odaadással próbálok tenni, elsősorban a pályán próbálok nem csak megmaradni, hanem fejlődni, és mellette meg embernek maradni, és ahhoz kellenek ezek a luxus dolgok, mint a színház, meg a versírás, meg a drámaírás. Nálam ez így áll össze. Fehér holló szárnyal, mint mindig. Az a rendezői attitűd, amit te képviselsz, a szonnét eredeztethető. A génjeimből minden bizonnyal oda tudom visszavezetni. Gyerekkorom óta ez foglalkoztatott, hogy a fejemben mindig színdarabok mentek, és ezeket színpadra állítsam. Tehát mindenképpen egy adottság, amit szeretnék minél jobban a gyerekek, a fiatalok javára, illetve hát a közönség javára kamatoztatni. Ugyanakkor legnagyobb meglepetésemre a mostani Vörös Marti Társaság egyik kiadványában fantasztikus verseket olvashattunk. Én azt gondolom, hogy ez újdonság a költészet barátainak is. Indítatásról beszéljünk. Azoknak a verseknek az indítatásáról konkrétan? Vannak olyan napjaim, amikor önironikus vagyok, nem nekifutok még egyszer, tehát vannak olyan napjaim, amikor önironikus vagyok, és szeretem is ezt az oldalamat, nem szeretek mindent túl tragikusan venni. Tehát ezek a versek ilyen fricskák, sokszor fricskák a verseim, ezt be kell, hogy lássam, nem elsősorban a külvilágnak, hanem saját magamnak. Fogalmazhatunk úgy, hogy tulajdonképpen az egész életutatban a mélységeket keresed? Gondolok itt a pedagógusra, a költőre és a rendezőre mindenképpen. Mindenki azt keresi, nem? Vagy én vagyok nagyon naív, hogy igen, keresem azt, ami összeköt, keresem a lényeget magamban, másokban, és ezeket a találkozási pontokat. Köszönöm szépen. Az első bensőséges hangulatú diskurzus vendégei nem csalódhattak, megismerhették a pedagógia, a tanítás és a szépírás különböző viszonyrendszereit, kapcsolódási pontjait, azt a mélységesen emberi attitűdöt, ami a jövő záloga is egyben. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.